Volt egyszer egy király, aki búskomorságban élt, mert Sánta volt a lánya. A lány is sírt, rít éjjel-nappal, mert ha jött kis kérője, időnap előtt odébb állt. A király félt, hogy pártában marad az egyetlen lánya, ezért kihirdette az országban, hogy aki meggyógyítja a lányát, olyan gazdagon megajándékozza, hogy holtanapjáig gond nélkül élhet. Tódultak is elegen a várba, egymás kezébe adták a kilincset, de bizony a királylány csak tovább sántított. Köcsög Jankó is fölkerekedett, hogy szerencsét próbáljon. Azért hívták köcsögnek, mert nagyon kicsi volt, kis köcsög. No, megy mendegél Jankó, találkozik egy szegény asszonnyal, aki fát cipelt az erdőből, de alig bírta. Hagyja csak, öreg anyám, majd elviszem én! Mondta Jankó, és mire az asszony megköszönte volna a fáradtságot, Jankó már be is rakta a fát a fészerbe. Mi hárad van, vagy erre felé? Kérdezte az öreg asszony, mikor Jankó el akart köszönni. Ha meg akarom gyógyítani a Sánta királylányt. Akkor jó, hogy velem találkoztál, mert csak én tudom, hogy mi annak az orvossága. De azt nem olyan könnyű ám megszerezni. Hát csak mondja, merre kell elindulnom. Jól figyelj, fiam. Az üveg egy tetején van egy kis bárány. Annak a nyakában van egy aranycsengő. Ha azzal a csengővel háromszor csengetsz a lány ablaka alatt, mentem meggyógyul. De hogyan találok oda? Oda csak az óriás király, táltos lován juthatsz el, azt pedig még senki se tudta kihozni az istállóba. Köcsög Jankó megköszönte az útbaigazítást, és elindult. Meg sem állt, míg oda nem ért az óriás király várához. A kapu alatt volt egy lyuk, azon gyorsan bebújt, és ment egyenesen az istállóba. El akarta oldani a lovat. Hát a táltos akkorát nyerített, hogy az óriás király menten leesett a székről, mert hogy el ne feledjem, éppen ebédelt. Nosza, futott is mindjárt az istállóba. Jankó ért ide, bolhává változott, és bebújt a jászolba. Mikor az óriás király visszament, Jankó megint előbújt, hogy eloldja a ló kötőfékét. A táltos nagyot nyerített akkorát, hogy a király a falba verte a fejét, és eszenélkül futott le az istállóba. De megint nem látott senkit, mert Jankó megint bolhává lett, és meghúzódott a jászolban. A király jót húzott a lóra. Minek nyerít, ha senki se bántja? Harmadszorra sikerült eloldani a lovat. Hiába nyerített, a király nem ment le az istállóba. Mikor Jankó kiért a táltossal a kaput, olyat nyerített a ló, hogy három bástyafal megremegett. Erre nagymérgesen kijött a király a tornácra. Hát látjám, hogy ellopták a lovat. Felült a bakmacska hátára, és Jankó után iramodott. Jankó nagyon örült a paripának. Alig, hogy megsarkantyúzta, repült a táltos egyenesen az üveghegyre. A selyemfűvő réten mindjárt meg is pillantott a Jankó az aranycsengős bárhánykát. Oda ment, de mikor le akarta venni a bárányka nyakáról a csengő, egy ürgelyukból elébe toppant a nagyszakállú Bakarasz. Ebben rád várok, te gézengóz! Azzal megfogta köcsög Jankót, jól megrázta, és megparancsolta neki, hogy az erdőben készítsen egy hordót. Mikor elkészült Jankó a hordóval, oda ment a Bakarasz, ráült a hordó szélére, és azt mondta, most beledoglak a hordóba, te tolvaj! Jankó látta, hogy ez nem tréfa, hirtelen méhecskévé változott, s olyat csípett a Bakarasz biztos ujját, hogy az felkapta a lábát, és hanyott esett bele a hordóba. Jankó gyorsan ráborította a hordó tetejét, csak egy pici lyukat húzott rajta, hogy meg ne fulladjon a Bakarasz. Levette a csengőt a báránykanyakáról, fölpattant a táltosra, és meg sem állt a Sánta királylány ablakáig. Mindjárt csengetett is egyet, és azt vette észre, hogy táncra perdültek a fák, meg a bokrok. Másodszor is csengetett, akkor jött a hopmester, utána az udvari népség, legvégül maga a király is, mindnyájan táncoltak, énekeltek,
Jankó harmadszor is csengetett, erre a királylány kinyitotta az ablakot, Jankó táncra kérte a leány, az bizony egy cseppet se sántított, olyan jókat kerekedett, hogy alig akarták abba hagyni a mulatozást. No, fiam, meggyógyítottad a lányomat, vedd el feleségül, éljetek boldogan! Azzal levette fejéről a koronát és Jankónak adta, aki éppen föl akarta próbálni, mikor megérkezett az óriás király a bakmacska hátán. Volt nagy riadalom, az óriás király kitátotta a száját, és az egész királyi udvart bekapta mindenestől, még csak nem is csuklott egyet se, csupán a fákat meg a téglákat köpte ki, mint más ember a megymagot. Janka az utolsó pillanatban fejreugrott és bebújt az óriás király nadrág csepébe. Ott jó helyen volt, az óriás király úgy jól lakott, hogy szuszogni se tudott, és lefeküdt a padlás grádicsra. Jankó megvárta, míg elalszik, aztán kibújt a nadrág zsebéből, összecsődített 1000 pókot, azok gyorsan összekötözték az óriás király kezét, lábát, hogy mozdulni se tudott. Jankó erre végig bukfencezett az óriás hasán, hogy az menten kirepett, és így menekült meg az udvari nép. 99 szűcsmester gyorsan össze is varta az óriás hasát, mire készen lettek, addigra az óriás is kialudta magát. De Jankó lakodalmában nem volt valami nagy kedve, mert csak 3 ökröt tudott megenni. A lakodalom után 1 hónapra Jankó átvette az uralkodást, Köcsök király néven. Itt a vége, most elvégezett.